Ez a segítségponthoz vezető tábla fogadja az Ukrajna felől érkezőket lónyán. Ez pedig már a Magyar Vöröskereszt által működtetett segítségpont, amely a Híd Kárpátaljáért program keretén belül vesz részt a menekültek fogadásában, szoros együttműködésben a helyi önkormányzattal, valamint a Védelmi Bizottsággal. Minden nap munkatársakkal és önkéntesekkel vagyunk jelen, ezzel tehermentesítve a település erő, humán erőforrását. Szendvicset készítenek az ott lévő emberek, el, az ellátásban segítenek, illetve segítkeznek. Tehát ha kell, akkor adományt pakolnak, adományt válogatnak, szortíroznak, illetve a menekültek számától megfelelően biztosítják az ellátást. Ahogyan ugye ez hullámzik a határátkelő helyeken, úgy hullámzik a segítségpontra érkezőknek a száma is. Eleinte napi több száz embernek az ellátásáról kellett gondoskodni, most már ez a szám ez jócskán alábbhagyott, de hát azóta gyakorlatilag már hetek vannak mögöttünk. Gurály Edina elmondta, eleinte nagy volt a gyalogos forgalom, de mára ez a lónyai átkelőnél megszűnőben van, inkább autóval érkeznek, Noha közülük is sokan bejönnek a segítségpontokra, ahol kávét, Teát, melegebédet, szendvicset, frissítőket, illetve úti csomagokat kapnak. A szakember hangsúlyozta, továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését, amely akár elektronikusan is elvégezhető. Olyan önkéntes munkára készüljenek, ami egy 12 órás szolgálatot jelent, tehát mi a kezdetektől fogva ezt úgy alakítottuk ki, hiszen nagyon sokan nagyon messziről jönnek, és az utazás az ebben az esetben egy, egy picit megnehezíti ennek a szolgálatnak a teljesítését, hogyha egy házáról megyünk, hogy ami március 15-e óta a Csengersimai határátkelőn is látunk el, feladatot, akár az egyik irányba, tehát akár csengelsima, akár Lónya irányába megyünk, azért ez egy olyan jó másfél órás uttal, autóuttal kell számolni, tehát reggel 8-tól este 8 illetve este 8-tól reggel 8-ig látnak el szolgálatot a munkatársak is, az önkéntesek. A szakember hozzátette, azok, akik úgy döntenek, részt vesznek ennek a humanitárius válságnak az enyhítésében, azok lélekben arra készüljenek, hogy gyakran nagyon messziről érkezett, elcsigázott felnőttekkel és gyermekekkel fognak találkozni, akik nehezen fogadják el a segítséget.